közelebb lehet jönni, hogy kicsit családiasabban vagyunk, de ettől függetlenül nagyon fontos információkkal fog szolgálni nekünk. Báder László, aki az Életet a víznek, vizet az életnek a Kárpát-medencében is címet adta, úgyhogy valószínűleg továbbra is a vízről lesz szó. Harangozó Imre után Szabadon, és Balogh Péter után, úgyhogy nyugodtan jöjjenek közelebb, az első sorokban is kellemes a idő. Tényleg bekapcsolom a ventilátort, és remélhetőleg nem fog senki megsülni. Úgyhogy Laci, 300. Köszönöm szépen a lehetőséget hallani, ugye, akkor amit mondok. Ide állok egy helybe, mert szokásom föl alá járkálni, de talán így jó. Igen, így jó, be kell kapni a mikrofont, jó. Annyit készültem illusztrációban, hogy egy fontos segédeszközt hoztam, egy liter vizet. Az, hogy mire jó egy liter víz, arról fogok beszélni, mert az vezet ehhez ennek a ködös címnek a megválaszolásához. Tehát igazából több körben fogok nekifutni, megpróbálom először elmondani néhány mondatban, hogy mit is akar a cím, aztán utána belemegyünk a részletekbe, és próbálok további illusztrációkat bemutatni. Nem tudtam, hogy a vetítés mennyire fog látszani, ezért bizonyos képeket majd körbe is tudok adni, amiről beszélek először. Tehát ki is vagyok én, meg hogy jövök a vízhez. Egy nyugdíjas diák vagyok, mivel villamosmérnökként dolgoztam le az életemet, aztán a környezetvédelembe belekerültem, a környezetvédelem elemzésére is visszatérünk, mert az értelmezése ennek is nagyon fontos, mint a korábbi előadásokból kiderült. Azon keresztül jutottam el oda, hogy geográfus végzettséget is szereztem, és most a doktorandusz hallgatóként kutatom a klímaváltozás legfontosabb okát, a globális felmelegedésnek a okait, az éghajlati energia és vízmérleg, ez megint egy olyan fogalom, ami majd egy kicsit részletesebben ki fogok fejteni. Tehát az, hogy életet a víznek és vizet az életnek, ez a cím azt akarja, hogy amennyiben a víz a növényzeten keresztül elpárlog, tehát maga már ott az élet, és ennek a folyamatos körforgása működik, ez egy óriási energiaszállító rendszer. Tehát gyakorlatilag a földre érkező energia többlete, java részét, azt a felszínről a párolgás viszi el. Tehát tulajdonképpen egy energiaszabályzó rendszer működéséről van szó. Tehát amikor él a víz és működik ez a körfolyamat, akkor van jó klíma. És a vizet az életnek az a következménye annak, tehát tulajdonképpen ez a kialakult, évmilliók alatt kialakult, százmillió évek alatt kialakult rendszer igazából fejlesztette ki magát az életet. Tehát egyszerre az élet támogatja a víz forgását, és nyilván a víz kell az élethez. Tehát ez egy csiki-csuki játék. Nem lehet a kettőt elkülöníteni egymástól. És hogy a Kárpát-medencében, azt sokszor mondják a földrajzosok, hogy milyen szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a Kárpát-medence egy viszonylag zárt, működő rendszer. Azonban a folyamatok nem állnak meg a Kárpátokon túl. Fogok néhány olyan képet mutatni, hogyha itt ideális körülményeket teremtenénk, tehát nem csak Magyarországon, a teljes Kárpát-medencében, akkor is borzasztó helyzetben vagyunk, mert a Kárpátokon túl is ugyanilyen rossz irányba mennek a dolgok, mint nálunk házon belül, már úgy értem, Kárpátokon belül. Tehát nem elég csak egy gazdálkodónak, egy városnak, egy országnak megoldani a problémáját, és csak a Kárpát-medencének, mert a rendszer ettől függ nem fog még helyreállni. Tehát egy civilizációs problémáról van szó. Hát nem tudom, mennyi látszik messziről ebből. Nyugodtan jöjjenek közelebb, hogyha gyakorlatilag a vízbiztonságot mi úgy értelmezzük, ha van a mi fogyasztásunkra elegendő víz, akkor minden rendben van.
ez egy szűk értelmezése a dolognak. Ha megnézzük a magyarországi csapadék, ott van egy kék nyíl lefele, a Magyarország éghajlati atlaszában szerepel, egy 10 éves időszaknak az átlaga, akkor annak a csapadéknak a 90%-a elpárolog. Az a hűtőrendszernek a része. Tehát csak a 10% az, amiből lefolyás keletkezik. Ez akkora különbség ahhoz képest, hogy azt hiszük, hogy esik a csapadék és a java elfolyik, hogy rákérdeztünk diákoknál egy csehországi felmérés alapján, csináltam egy pilot felmérést 5 egyetemen, teljesen mindegy, hogy melyik egyetem, tudományegyetem, ökológusok, mérnökök, minden volt benne. Gyakorlatilag itt a kérdés. Hát, nem látszik annyira, ide jövök, jó? Tehát ha feltesszük azt a kérdést, hogy a csapadék hány százaléka folyik le a Magyarországon, akkor a helyes válasz az ez. Kevesebb, mint 20%. Tehát 10-12%-ra teszik. A mérnök, tudós, hallgató többsége az ennél jóval nagyobbat mond. És ezek között vannak, mondom, olyanok, akik meteorológiával, hidrológiával, ökológiával foglalkoznak. Tehát mit várunk akkor el egy átlag embertől? Tehát óriási szakadék van a elméleti általános tudás és a tények között. Tehát a tények azok, hogy ennek a fűtőrendszernek a működéséhez kell a csapadék 90%-a. Ha ez nincs meg, akkor bajba vagyunk. Márpedig, ahogy melegszik a levegő, egyre több kellene, hogy párlogjon. Ha megnézzük ezeket a számokat, hogy 56 köbkilométer csapadék esik átlag egy évben, abból 48 köbkilométer elpárlog. Tehát a hűtőrendszerhez annyi kell. Amennyit mi felhasználunk lakosság, mezőgazdaság együtt, az 5 köbkilométer. Tehát töredékét annak. Akkor ki a víz legnagyobb felhasználója? Ez az éghajlat energiaelosztó rendszer. És hogyha ez az energiaelosztó rendszer működik, akkor stabilak az életkörülmények. Ha ez nem működik, automatikusan megyünk a sivatag felé. További tényeket is fogok mutatni, de még mielőtt egy picit az arányokat, hogy jobban érezzük, még egy picit beszéljünk a nagyságrendekről. Tehát az a 48 köbkilométer, ami elpárolog, annyi energiát viszel a föld felszínéről, mintha 2000 paksi atomerőmű működne. Tehát óriási energiamennyiségről van szó. És ugye, ha azt mondjuk, jó, akkor légkondival majd fűtsük a talajt. Ha 2000 paksi atomerőművet működtetnénk a hűtésre, akkor gondoljunk bele, hogy ugyanennyi energia kell az erőmű hűtéséhez is. Tehát ha valaki rámegy a Paksi Atomerőműnek a weblapjára, megtalálja azokat az adatokat, hogy a teljesítmény leadásakor a hűtővíz másodpercenként 100 köbméter víz melegszik fel 8 Celsius fokkal. Tehát óriási mennyiségű hőt lead az atomerőmű a tájba is. Tehát magyarul ezzel azt akarom mondani, hogy nehogy véletlen valaki abban az illúziójában éljen, hogy akkor több légkondit fogunk használni, mert azzal csak rontunk a helyzetet, mert a 100%-os hatásfok annak nincsen, ezért csak jobban fogja fűteni a tájat. Mi is a fizikai alapja annak, hogy a vízkörforgása nélkül nincs élet a Földön? Hát nagyon nehezen olvasható, de a különböző anyagoknak a fajhője közül kettőt bekeretesztem. Az egyik a víz, az 4,2 kilojoule per kilogram, a betoné pedig 0,8. Tehát ha megnézem a kettő közötti különbség nagyjából ötszörös. Tehát magyarul, hogyha egy fokot melegszik egy kilogram víz, ez nem másfél literes ez az üveg, ez direkt literest hoztam. Ennek a 1 kg víznek a melegítése, 1 fokkal való melegítése, ugyanannyit, ha betont melegítek, az 5 fokot fog melegedni. Tehát
ha kimegyünk, látjuk, az aszfalt melegebb, mint a mellette levő vizes terület. A másik dolog az, hogy nyilvánvaló, akkor a párolgás fontos, mégpedig azért fontos, mert a párolgás hő pedig még sokkal több energiát képes felvenni. Tehát az a 2,5 megazsul energia, az körülbelül 0,7 kilowattóra energiának felel meg. Tehát egy ilyen liter vizet, ha elpárologtatok, akkor 0,7 kilowattórás teljesítménnyel hűtöm a tájat. Tehát gondolják el, ezt egy négyzetméteren elcsolom, ez 1 milliméter víz. Tehát 1 milliméter víznek ez ennyi hatása. Próbáljunk meg most egy picit gondolkodni, hogy mennyi ez az 1 milliméter víz, mondjuk egy négyzetkilométeren. A tegnapi éjszakai csapadék, hogyha csak 1 milliméter lenne, akkor 1 liter per négyzetméter, hogyha egy 1000x1000 méteres, négyzetkilométeres területet veszek, akkor ugye egy méter széles, egy kilométer hosszú csík az 1000 liter, magyarul egy köbméter, viszont egy négyzetkilométeren már 1000 köbméter. Tehát elkezdjük fölfele tornázni a számokat, és egyszer eljutunk oda, hogy tulajdonképpen nem is olyan nagy szám, de nem is olyan sok. Ez azért fontos, mert ha visszamegyek az előző képre. No. Akkor itt szerepelt egy szám, amit átugrottam, hogy az öntözés a 0,14 köbkilométer volt valamikor, amikor a vízgazdálkodási, 7 éves vízgazdálkodási terv készült, és abban meg van célozva, hogy az öntözés növelni kell 1,7 köbkilométer mennyiségre. Tehát ez óriásinak tűnik, de ha belegondolunk, hogy ez igazából nem is olyan sok. Azért nem sok, mert a Balaton körülbelül 2 köbkilométer vizet tartalmaz. Tehát ha úgy mondjuk, hogy jaj, egy balatonnyi vizet akarok ellocsolni, akkor soknak tűnik. De úgy működik, úgy számolom, hogy 48 köbkilométer elpárolog egy év alatt, azt osztva kettővel, az 24 balatonnyi párolog el egy év alatt. Akkor meg nem sok. Tehát mindent próbáljunk viszonyítani, és akkor jobban megértjük, hogy mi is az igazi probléma. Jó, a lényeg, hogy mi párolog. Néhány olyan fogalmat fogok mondani, ami egyszerű, de szokatlan, és nincs benne a köztudatban. Tehát én azt mondom, hogy van egy passzív párolgás, tehát amikor kilocsolom a betonra a vizet és elpárolog. De a természetben ennél sokkal többet párologtatnak a növények, és a növények párolgása abszolút kritikus, mert a növény csökkenti a felszínhőmérsékletet azzal, hogy árnyékol, plusz azzal, hogy elviszi a hőt. Tehát a növények nélkül a sivatagodás sokkal gyorsabb. Ami nagyon fontos, hogy és akkor a növény ez mit is csinál? Szintén az egyetemistáktól megkérdeztem azt abban a felmérésben, hogy a napenergia hanyad részét használják a növények fotoszintézisre. Tehát ugye bennünk az a kép van, hogy a növénynek az a dolga, hogy jön az energia, jön a víz, csinálja bele a szenet, gyümölcsöt, bármit. Ehhez képest a fotoszintézisre csak az energia 2%-a megy. Sokkal több az az energia, amit a párolgással a klíma önszabályá, tehát a saját környezetének szabályozására fordítanak a növények. Tehát hogyha ez nem tudatosul bennünk, akkor belemegyünk abba a zsákutcába, jó, majd öntözéssel pótoljuk. Öntözéssel nem tudjuk pótolni. Tehát majd erre is később visszatérek. Akkor ugorjunk bele a példákba, hát ez most már tényleg nehezebben látható. Hőkamerával csináltam olyan fényképeket, hogy itt van egy szőlőültetvény, háttérben tihany, itt vannak a szőlősorok, talán a színesen jobban látszik, hogy ahol a szőlő van, ott hidegebb, ahol a gazos rész van, ott egy picivel melegebb, és ahol a talajbolygatás van, ott a legmelegebb.
Most itt van egy fekete vonal ettől eddig, azt úgy hívják, hogy profilvonal, és annak a vonalnak a hőmérsékletét mutatja ez az alsó kép. Tehát innen kezdődik a szőlőtől, az 35 fokos a szőlő. A talajtakarás, ahol füves-gazos, az 45 fokos, és az a rész, ahol a talaj bolygatás van, mert a jó gazda műveli a földet, gyönyörű fekete, hogy égjen ki, 55 fokos. És mit mond erre a gazda, hogy ezt így kell? Két évvel ezelőtt csináltam egy hasonló képet egy gazdáról, azt mondtam neki, hogy fogd meg azt a melegfoltot, 62 fokos volt. 62 fokos volt a talaj. És mondom, nézd meg, ez a sor között ilyen meleg, a másik, amelyek nem tárcsáz, hanem csak szárzúz, hű van rajta, az pedig nem érte el a 45 fokot, ennél is hidegebb volt. A leghidegebb pont azon a képen maga a gazda volt, 32 fokos volt a lába. És mondtam neki, hogy figyelj, végig kell gondolni tényleg, hogy ezek a régi gazdálkodási normák működnek-e, vagy nem. Azóta ő megszüntette a tárcsázást. Másnak hiába mondtam, amíg az ember elmagyarázza, hogy ez van, az van, nem jó, mert ha gazos a talaj, akkor a gombásodás segíti, vagy nem szivárog be a víz, vagy egyéb. Tehát sok érv van. Én ezt a komplett problémát nem tudom megoldani és megmagyarázni, tehát ezért nagyon fontos, hogy elkezdjük kiépíteni a kapcsolatot azokkal a kutatókkal, azokkal a gazdákkal, akik ebben nyakig benne vannak és nyitottak. Mert aki megtapasztalja a különbséget, és megérti, hogy mikor segít a folyamatos talajborítás, és hogyan kell azt jól használni, az már sokat segít azon, hogy a környék átlag hőmérséklete csökkenjen. Most képzeljenek el egy hatalmas szőlőültetvényt. Nem mindegy, hogy a fele az mondjuk 55 fokos felszínhőmérsékletre rendelkezik, vagy csak 35-45, tehát mondjuk 40 fokkal. Durva, nagyon durva. Itt jön be egy dolog, egy picit előre szaladok, hogy ha növekszik a hőmérséklet, akkor a vízigény nem lineárisan növekszik, hanem exponenciálisan. Tehát van egy Tétens Magnus nevezetű törvény, mindegy, ezt a vízügyesek, mérnökök, tudósok ismerik. Az a lényeg, hogy ahogy növekszik a hőmérséklet, exponenciálisan nő a levegő által felvehető vízmennyisége. Tehát azzal, hogy a felszínhőmérsékletet megnövelem, az nem azzal jár, hogy jó, akkor még egy liter, vagy még két liter víz kell, akkor már sokkal több víz kell. Nézzünk meg még egy képet. Hát ez még kevésbé látszik, de körbe fogom ezeket adni. Itt Egri borvidékről van szó, autópálya felüljáról készült a kép, itt szőlő van a szélén, középen lucerna, és itt szántóföld aratás után. A szőlő sor ez a sötét, és mellette a tárcsázott sor az a világos. Ez a lucerna, és itt a szántóföld. Így van keresztbe húzva ez a vonal. Tehát a tárcsázott talaj 50 fokos, a lucerna 30 fokos, a tarló 40 fokos. Tehát a tájhasználat óriási különbségeket képes előidézni. Ugye a városi hősziget fogalmát mindenki ismeri már, hogy ott, ahol kevés a zöld felület, meg egyebet, ott jobban melegszik a környezet. Most, hogyha belegondolunk abba, hogy mi mit csinálunk a tájjal, erről évekkel ezelőtt írtam egy cikket, akkor nyugodtan neveztetjük táji hőszigetnek, amit mi csinálunk. Tehát aratás után gondoljanak bele, hogy 10 millió hektár gabona le van aratva, júliustól következő év áprilisáig, vagy valameddig, ameddig a következő növény belekerül, gyakorlatilag a mesterséges sivatag állapotban tartjuk a tájat. Ha ez Magyarország 10%-a, annak már nyilvánvaló van hatása a hőmérsékletre. Tehát itt jön a képbe az, hogy az agrárium egy nagyon fontos partner kell, hogy legyen a probléma megoldásában. Nem úgy, hogy ő vizet kér,
hanem úgy, hogy az agráriumnak el kell jutni minél gyorsabban oda, hogy a folyamatos növényborítással segítse csökkenni a felszínhőmérsékletet. Ha csökkenti a felszínhőmérséklet, az azt jelenti, hogy a levegő párafelvevő képessége is csökken, tehát a vízigény is csökken. Paradox módon ugye, hogyha spórolok a vízzel, akkor öngólt rúgok. Tehát ezeket a paradoxokat kell megértenünk, hogy ha öntözök, akkor a tájnak egy kicsi részét öntözöm. Annyit nem tudok öntözni, hogy mindent megöntözzek, az egész tájat megöntözzem jó alaposan, annyi vizet egyszerűen nem tudok kijutatni. Láttuk itt, köbkilométerekről van szó, és nem egy néhány százmillió köbméterről. Tehát az öntözés ezért nem megoldás, ezért a növények segítségét kell igénybe vennünk, csökkenteni a felszínhőmérsékletét, és ezzel csökkenteni a vízigényt. Na, de a növény honnan kapja a vizet? És itt jön a tájgazdálkodás, tehát visszakanyarodunk a témához, hogy hát tulajdonképpen a Jóisten megteremtette azt a rendszert, hogy növénnyel borította a földet. És ahol növényzet van, a növénynek talaj kell, a talajban gyökerek vannak, humusz van, tehát gyakorlatilag egy olyan rendszert épített fel, hogy amikor többletvíz van, akkor azt eltárolom a talajba, és amikor kánikula van, a felszínen már nulla víz van, semmi víz van, akkor a növény majd a tartalékot képes fölemelni és szabályozottan használni. Tehát a lényeg a szabályozás. Tehát a növény a legjobb klímaszabályozó berendezés a Földön. Tudják, hogy az Amazonas vidéken a párolgás sokkal nagyobb, mint nálunk. A hőmérséklet meg csak alig nagyobb. Pontosan azért, mert az Amazonas őserdei azt a óriási mennyiségű vizet, ami ugye esőerdőnek mondják, azt a vizet képes kezelni, és szabályozottan, amikor meleg van, akkor párlogtatni. Ugyanez nyilván az éghajlati zónák, meg a klímazónák, meg a növényzónák, ezt mindenhol tudják, tehát sokkal jobban tudja a természet, hogy hol milyen igény van, mekkora a hőmérséklet változása egy éven belül, mikor van sok víz, mikor van kevés víz. A Kárpát-medence ilyen szempontból roppant szerencsés helyzetben volt, és még talán van. Ugye az ártéri gazdálkodásról sok szó esett. Tehát régen a csapadék többlet, ami a Kárpátokban leesik mondjuk 2000 mm, itt meg esik 400-450-500. Az ökológusok úgy mondják, hogy az ökológiai vízigény az 800 mm, tehát hiányzik. 30 centi víz hiányzik. Na de ha onnan jön a többlet, szétterül a tájba, a talajba elraktározódik, akkor az egész rendszernek a működőképessége fenntartható. Csak nem szabad a rossz gazda módjára úgy kezelni a dolgot, hogy vendégeim jöttek egy hétre, csinálok egy üst kaját, mindenki eszik két adagot, utána meg kiöntöm az egészet. És az egész hétre már nincs több kaja. Tehát most nagyban mi ezt csináljuk a vízzel a Kárpát-medencében, hogy amikor ősszel sok csapadék van, vagy bármikor, akkor azért sírunk, mert sok. Hát sok a kaja, öntjük ki, mert már jól laktam. Nem, tegyük félre, mert szükségem lesz holnap is. Tehát a tárolás módját az ember megtanulta, spej, befőzés, hűtőszekrény, bármi. Most ugyanezt kell visszatanulnunk a természetbe a víz megtartását, hogy amikor kell, akkor legyen. Akkor picit menjünk bele a részletekbe, nézzünk meg egy kukoricát. Ez Tura határában, 60 közelébe, egy kukoricaföld. Ez a kukorica közte meg a gyomirtóval gyönyörű tisztán tartott talaj. A profilvonal innentől idáig van berajzolva, tehát itt a szabad földet látom, 56 fokos, itt a kukoricát látom, 34 fokos. 20 fok különbség van. Tehát normálisak vagyunk, ha ezt megengedjük a növénynek? Szerencsétlen növény nyilvánvaló alul is olyan hőstresszet kap, meg eleve a tájban. Ha megnézzük, hogy milyen arányban szerepel ez a hőmérséklet, meg ez a hőmérséklet, akkor nyilvánvaló az átlag hőmérséklet, ha nem zöld a felület, az átlag hőmérséklet ezek miatt, a foltok miatt
emelkedik. És akkor a tájszinten, ha ugyanezt megvizsgáljuk, itt a kukoricatábla, ez a folt a kukoricatábla, mellette ez egy füves terület, a háttérben ott van a learatott gabonatábla. Van még egy apróság, amit meg kell nézni. A gabonatábla szélső sorát feltárcsázták már. Két napra rá már az egész fel volt tárcsázva. Nézzük meg, mi történik. A kukorica 34 fokos. A profilvonal itt van berajzolva. Tehát 34 fokos a kukorica, 48 fokos a tárcsázott föld, és 40 fokos a tarló. Tehát amit mondtam, hogy most a fél országot, vagy fél országot, tehát az ország 10%-át mondjuk, föltárcsázzuk aratás után, akkor mesterséges sivatagot készítünk. Tehát ez a lehető legrosszabb a talajélet szempontjából, a vízgazdálkodás szempontjából, minden szempontból. Lehet, hogy a gazdálkodónak jó, de hát itt jönnek be a pénzügyesek, és a vízügyesek már elkezdtek ebbe gondolkodni, hála Istennek. Valami elindult, hogy ez így nem jó, valamit csinálni kell. Tehát a támogatási rendszer szempontjából a gazdát nem érdekli, hogy ha megkapja a pénzt így is, meg úgy is, akkor neki az a lényeg, hogy minél kevesebb gázolaj, minél input anyag. Most az mezőgazdaság, ahol azt mondják, hogy input anyag. Tehát magyarul iparterület, az intenzív mezőgazdaság az iparrá vált. Tehát ezért nagyon kritikus, hogy az agráriumot, mint partnert megnyerjük, mert az ő érdeke, hosszú távú érdeke is ez. Tehát a támogatási rendszerben már megjelentek olyan elemek, hogy megtartom a vizet, akkor is a területen is nincs búza, de akkor is megkapom a pénzt, stb. Ennek a részleteihez nyilván a támogatási rendszerhez értő agrárszakemberek kellenek, akik segítik meggyőzni a gazdákat, és a gazdák meg a szokásos bizalmatlanságon túllépve meg kipróbálják. Először kicsibe, aztán minél gyorsabban, minél hatékonyabban. Mutató. És akkor vissza egy picit a matekhoz. Hogyha energia és vízmérlegről beszélünk a táji szinten, akkor arra kell gondolni, hogy egyszer megazsűrről, egyszer kilovattról, kilovattóráról, egyszer milliméterről beszélek. Tehát a éghajlatkutatóknak alap dolog, hogy mindent egy mértékegységre átalakítanak. És az egy mértékegység legyen milliméter, mert azt a legkönnyebb kezelni. A milliméter az egy fajlagos dolog, az egy négyzetméteren is, meg egy négyzetkilométeren is, ott viszont a nagyságrendekkel kell tisztában lenni, hogy mit jelent egy milliméter. Hogy ezen az ábrán mit látunk? A piros vonal a nettó besugárzás milliméterben, magyarul, ha azt az összes energiát, ami bejön, azt a vízpárlogtatására használom, akkor az körülbelül ilyen piros vonalat követ, az olyan 800 milliméter körül van egy évben. Ez a Duna medencére vonatkozik, amit itt látunk. Érdekes módon lassan növekszik, hogy miért, erre is vissza fogunk térni. A párolgás ez a vonal, tehát látszik, hogy szép lassan az is növekszik. Tehát ha több az energia, nyilván több víz kell. És itt jön be az a paradox, hogy spóroljunk a vízzel. Ha spórolunk a vízzel, az, mint mondtam, ez az öngyilkosság első lépése, mert az még inkább hagyja a felmelegedést, és generálja a még nagyobb vízigényt. Tehát azon a szlogenen, hogy ha takarékossággal megmentjük a világot, ezen túl kell lépni. Nem. Takarékoskodni úgy kell, hogy ha zuhanyzok kerti zuhanyba, ilyen melegbe, nagyon jó. Használjak annyi vizet, amennyi jól esik, de a kertbe folyjon ki. Tehát ne legyen szennyezett, ne menjen a csatornába. Tehát helyben marad az a víz, az újra hasznosul. Tehát a víznek a spórolása, az nagyon sok helyen felmerül, így háztartási szinten, ipari szinten, táji szinten is. Például azt mondják, hogy a tavakat le kéne fedni valamivel, hogy ne legyen párolgási veszteség. Ezt most már elfogadják a hidrológusok is, hogy
párolgási veszteség szó az félrevezető. Annak veszteség, igen, akinek a vízkészlete fogy. De a táj szempontjából nem veszteség, a szolgáltatás, a legfontosabb szolgáltatás. Mert az energiaszállítási folyamat működik, és a körfolyamat zajlik. Tehát a párolgás növekedése az önmagában nem baj. De az a baj, hogy a csapadék az nagyjából stabil. Tehát az arányokkal kezd gond lenni. A meteorológusok úgy mondják, hogy nincs probléma, mert nem változik a csapadék mennyisége. De ha nő az energiamennyiség és nő a párolgás igény, akkor viszont nem elég, hogyha a csapadék nem változik. Értető, mit mondok? Hogy az, hogyha egy gyereknek elég, egy kisgyereknek elég néhány kanálnyi tápszer, az nem jelenti azt, hogy egy felnőttnek is elég. Ugyanez van ebben a rendszerben is, hogy egy kiegyensúlyozott, jól működő tájban ennyi párolgás, ennyi csapadék elegendő, de ha kezd romlani a helyzet, vagy kezd nőni, akkor jó. Végére érek nem sokára, még néhány fénykép van, illetve még néhány adat. Tehát ha megnézzük azt, hogy a januártól decemberig terjedő időszakban ez a havi párolgás és csapadék képe, ha megnézzük, hogy 61-től 90-ig hogy nézett ki, a párolgás gyakorlatilag csak júliusban haladta meg a csapadék értékét. És az körülbelül 100 mm körüli volt. A következő 30 évben már 4 hónap meghaladja. Tehát hosszabbak a nyaraink, mivel a vízkészleteink fogynak, nincs tartalékünk, tehát és a táji szinten nincs tartalék, és erre nem elég az öntözés. És amikor sok-sok köbkilométer víz kellene nyáron a legnagyobb hőségbe, arra nem elég az öntözés. Arra nem elég a folyók vízhozama. És akkor az idő szükében gyorsan lapozok előre. Összefoglalás felé közelítünk, tehát ha ugye matematikailag kimutatható, hogy a besugárzás, a hőmérséklet és a harmadpont nő. Kétség kizáról nő. Annak a hatására nő a párolgás. Tehát baj van. És ha ezt összehasonlítjuk a Nemzetközi Klímaváltozási IPCC szép magyar nevén kormányközi testületnek az egyik éves jelentésével, már régóta kimutatták, hogy a szárazföldöken gyorsabban nő az átlag hőmérséklet, mint a globális átlag. Tehát akkor valami a szárazföldön nem stimmel. Ha magyarul beszélünk, akkor a száraz, igen, benne van a válasz, nem? A Pitlu János barátomat nem látom itt, ő szokta mondani azt, hogyha az ember képe van a problémáról, akkor könnyebben képes megoldani, mert el tudja képzelni. Ha a mai világról beszélünk, azt szokta rá mondani, hogy a kísértés, a kényelem kísértése, hogy éljünk jól, tartsuk ezt az életszínvonalat, minden maradjon úgy. A kísértés, ezt az alapvető dolgot nem értjük. Egy kicsit többet kéne érteni ahhoz, hogy ezt a problémát megoldjuk. Tehát, hogyha beleugrunk abba, hogy a lényegre koncentrálunk, akkor ehhez partnereket keresünk, akkor van megoldás. És a megoldás az egyre sürgősebb, ugye, mert ez a folyamat gyorsul. Hogy mennyire gyorsul, talán az utolsó képnél járok. Gyakorlatilag melyiket mutassam? Ez a csapadék. A csapadék mennyiségének a változása a Duna medencében. Döbbenetesen csökken a Kárpátokon belül is, és kívül is, főleg keletről. Sőt, a csehek, németek is panaszkodnak, Morvaország, hogy ugyanolyan rossz helyzetben vannak, mint mi. Tehát ez nem Kárpát-medencei probléma. Ezért tettem bele a címbe azt, hogyha mi csak itt akarjuk megoldani, akkor esélytelen. Tehát gyakorlatilag az egész emberiség félrement, az egész emberiségnek el kell kezdeni helyre tenni a dolgokat. Nézzük meg a páranyomás hiány. A páranyomás hiány az azt jelenti, hogy a telítettséghez mennyi pára kellene még.
nézzük meg, brutálisan csökken a Kárpátokon kívül, de már betört Erdélybe. És hogyha betört Erdélybe, itt van a Szatmári sík, ahhoz képest itt még egész jól állunk. De meddig állunk jól? Ha megnézem a hosszú távú trendeket, gyakorlatilag a magasabb hőmérséklet azt jelenti, hogy több vizet képes a levegő vagy párát elindítani az óceántól. Magyarul ezért panaszkodik a szlovén vízügy, hogy sok a villamárvíz, nagy a probléma. Magyarországon már örülünk az átlagnak, keleten meg egyértelműen csökken. A erdélyi területeken drasztikusan csökken a Tisza mellékfolyóinak a hozama. A maros körösök akár 40%-kal kevesebb a vízhozama nyáron. Ezért a román szakemberek arról panaszkodtak két hónapja a hidrológiai vándorgyűlésen, hogy felül kell vizsgálni a tározójuk üzemrendjét, mert ami vizet lehet, meg kell tartani. Tehát mi mire számítunk? Amikor nincs víz, akkor még kevesebb lesz. Tehát egyszerűen nem tettünk mást, mint előveszünk a józan eszünket, amikor sok víz van, akkor kell betárolni tájszinten, nem tározóba. Minél több helyen ott van a tájba, legyen az kanyargópatak, legyen az kazettás rendszer. Tehát amit a Rába közül ugye meséltünk, Németh Zoltán itt van-e? Tehát az is jó megoldás. Gondoljanak Hollandiába. Hollandiába ott vannak 100 méterenként a csatornák. Ők azért gyűjtik, hogy kivigyék. Mi ugyanezt meg tudnánk csinálni, hogy terítsük szét a vizet, és szivárogjon be a talajba. Tehát rengeteg vonatkozása van még ennek. Csak egy picit, hogy a civilizáció problémája ez, az kétségtelen. Hiába mondjuk, hogy a megoldás az agrárium kezében van, de ha 70% városlakó azt mondja, majd az agrárium öntöz, ha nem értjük meg, hogy nem, az a városlakónak ugyanolyan felelőssége van, hogy ezt megértse. Nézzünk meg egy képet, ez a Tihany mellett egy strand. Innen elment egy autó, a hőfényképen, gyorsan megcsináltam a hőfényképet, itt van a helye. Tehát a nem hűlt helye, a hűtött helye itt van az autónak. 5 percen belül jött a következő. Tehát óriási jelentősége van a kék-zöld tájhasználatnak. Tehát ugye mondtam, hogy folyamatos növényborítás, de ugyanúgy városba kell a zöld tető, a zöld fal, parkok, ligetek, csapadékvíz visszatartás. Óriási lehetőségek vannak, egyszerűen annyi minden működhet. Ha elkezdjük kicsibe, és egyre többen csinálják, van esélyünk. Ha nem kezdjük el, akkor megfőlünk. És úgy járunk, mint az a nyaraló, aki Balatonfüreden egy modern nyaralóban itt van fönn egy emberke. Ezen a képen itt van egy rövid fekete vonal, a közepén ott a pont az ember. Ennek a profilképnek a hőmérsékletét látjuk. A napsütött eredőny 50 fok. Az emberként 30 fokos. Tehát ott is a 20 fok különbség. Mindenhol ott van a tájban, az építészetben, mindenütt. Tehát ha túl akarjuk élni ezt a bolond világot, akkor ne főzzük meg a magunkat, ahhoz pedig víz kell, a víznek a körforgása. Tehát a vízügy már kimondja, hogy vizet a tájba, idáig eljutott. A Balogh Péter nagyon jól kiemelte, hogy a dinamika kell. Ezért én azt úgy mondom, hogy a víz körforgást a tájba. Mert ha ez a körforgás működik, akkor az energiaszállítás működik. Statikusan hiába csinálok bármikor a tározót, ha nem tudom eljuttatni a táj megfelelő pontjára, és minden az ország, minden négyzetméterre kritikus. Tehát ha valahol lebetonozok egy területet, és süti a nap, onnantól kezdve növeltem a hősziget méretét, növeltem ezeknek a különbségeknek a számát, vagy az arányát, és egyre rosszabb helyzetet csinálok magamnak, mert egyre nagyobb vízigényt generálok. Körülbelül ennyi fért, azt hiszem, bele az időmbe. Igen, hát további hőfényképeket tudnék mutatni, de most már nem fárasztam önöket ezzel, inkább körbeadom, itt vannak nálam. És ha bármilyen kérdésük, hozzászólásuk, lelkesítő hozzászólásuk, hogy ez megoldható, tehát itt a lényeg az, hogy az emberiség van egy óriási csapdában, ez egy civilizációs csapda.
Ha túl akarunk ezen lépni, akkor össze kell fognunk. És nem csak szakmák közt is, városlakó, vidéklakó, hanem nemzetek közt is, és az egész földön. A modern ember ugye úgy jutott el erre a fejlettségi szintre, hogy amikor valamit fölzabált a tájban, arrébb költözött. Kezdve a Szaharával, kezdve a Közel-Kelettel, Földközi-tengermedencével, Araltóval, most a Kárpát-medence is sorra kerül, ha nem vigyázunk. És akkor hova menjünk már? Annak, aki ilyen megoldásokon dolgozik, hogy a Marson vizet találunk is majd ott, annak azt javaslom, dobjuk össze a repülőjegyet, de csak egy irányba. Mert a probléma itt a Földön nagyon könnyen megoldható. Csak a gyökeréhez kell legyúlni a problémának, és hogyha tudjuk, hogy mi a probléma, ez a hűtőrendszer, amit a Jóisten kifejlesztett, vagy a természet kifejlesztett, tehát igazából itt a lényeg, hogy gazdaságilag, tudományosan, vallásilag, világnézetileg minden szempont azt mondja, hogy ezt a rendszert kell visszaállítani. Mert olcsóbb ha megcsinálom nagyba, és mindenki jó jár. A vallásos azt mondja, hogy őrzőjévé és művelőjévé tettelek a Földnek. Tehát ha mi őrizzük ezt a rendszert, és a működésére figyelünk, akkor a vallásos ember is. A gazdálkodó, ha még 10 évig ugyanúgy gazdálkodik, mint most, akkor elvesztette a reményét. Tehát gyakorlatilag mindenkinek az érné meg, hogy fogjunk össze, és mindenki a saját területén lehetőleg csinálja azt, amit tud, ennek a tudásnak a birtokában. Köszönjük szépen, Ádám Lászlónak az előadást. Mérnök ember precizitásával és a számokkal is ismerkedhetünk, úgyhogy nem keseredni kell ennek ellenére.